Mikroszkópos bemutatót tartottak a gyerekeknek az Erőbb ZRT szervezésében létrejött csapvíz népszerűsítő programon október 8-án a Bogyiszlói víztisztító üzemben. A projektet szeptember 8-án indították el, és már 12 alkalommal meg tudták tartani az előadást többnyire gyerekeknek. A programsorozattal a környezet és a víz védelmére szeretnék felhívni a fogyasztók figyelmét. Az előadók úgy vélik, minél korábban el kell kezdeni a gyerekeket is a környezet tudatos életre nevelni. A program már most nagyon népszerű. Már azok az óvodák is hívnak vissza bennünket, akiknél eddig voltunk, és van megkeresés, hogy hát szeretnének is, hogy eddig látták, olvasták az eseményeinknek a történetét, hogy menjünk hozzájuk, és volt olyan óvodás, aki eddig nem itta meg például az ivóvizet, és most ott a helyszínen azt mondta, milyen finom, és már ezért érdemes volt kimenni hozzájuk. A pozitív visszajelzések megerősítik a szervezőket abban, hogy egy hasznos és jó projektet indítottak útnak. Próbálunk olyan nagyobb munkáltatókhoz eljutni, vagy művelődési házakba, vagy művelődési központba, az egész működési területünkön, ahol szívesen látnak bennünket. Várjuk az érdeklődéseket is, de mi is meg fogjuk keresni azokat az önkormányzatokat és intézményeket is, ahol szívesen látnának bennünket. Emellett az Erőbb ZRT fotópályázatot hirdet a Természet ajándéka örök érték címmel, csapvíz, ivóvíz és a vizek védelme témakörében.